Most mellettem hirtelen kék. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban ismételten Európában fogunk barangolni. A legújabb helyszín, ahova felfedezni megyünk, az nem más lesz, mint Franciaország. És a könyv, amit én most egy francia szerzőtől olvastam, az egy olyan kötet, ami viszonylag régóta nagyon érdekelt engem, abból kifolyólag, hogy adaptációit már láttam, és nagyon szeretem. És kíváncsi voltam, hogy mi lehet az eredeti, amiből ez az egész kiindult, és megkaptam kölcsönbe, ez pedig nem más, mint az Operaház Fantomja, nem tudom franciául nevet kiejteni, Gaston Leroux-tól? Talán így kell. Én kiskorom óta imádom az Operaház Fantomja musicalt, mármint fanatikusan imádtam kicsiként már. Tehát ez úgy nézett ki, hogy repeatben néztem a filmet, aztán mivel a filmhez nem volt talán magyar felirat, se szinkron, ezért közvetlenül utána meghallgattam a musical felvételünket, ami megvan CD-n a magyar verzióból, és így nagyon sokszor néztem meg. És nincs hangom, de mindig telitorokból üvöltöttem a számokat. És amikor elkezdtem videózni, volt egy ilyen videóm, hogy nem tudtam, hogy könyv alapján készült. És ez mindenféle ilyen filmek, amiket én nagyon szeretek, amikről nem tudtam, hogy könyv alapjuk van. És ebbe belekerült az Operaház Fantomja is, mert akkor találtam rá erre, mint könyv, és akkor került igazából úgymond várólistára nálam. Ez egy 1910-es könyv. De mivel szeretem nagyon a musicalt, ez úgy jó ötletnek tűnt, hogy elolvassam a könyvet, mert nyilván akkor ez más alapokat is ad hozzá ehhez az Operaház Fantomja szeretetemhez. Hogyha valaki nem lenne ismerős a sztorival, akkor nagyjából arról szól ez az egész történet, hogy egy operaházban játszódik, azért Operaház Fantomja, és itt van egy tehetséges fiatal lány, Christine Daae, és van az Operaház Fantomja, aki egy ilyen rejtélyes alak, sokan nem is hisznek benne, hogy létezik, de létezik, mindenféle dolgokat csinál, hogyha nem úgy alakul az események, ahogy ő azt előre megmondja, hogy csinálják, és még van egy harmadik főbb szereplőnk, az pedig Raúl, aki igazából az egész sztori egy nagy szerelmi háromszög, aminek viszonylag egy oldal az stabil, és akkor még bejön az Operaház Fantomja, aki ott kavargálja a dolgokat. És ez egész arról szól, hogy az Operaház Fantomja az így mentorálja, úgymond Christine-t, és hát nyilván magának akarja, de aztán ott van még Raúl, meg ott van Christine, és így megy ez az egész, és akkor e köré épülött az operaházban mindenféle esemény. Nagyjából így tudom elmondani, hogy miről szól az Operaház Fantomja, ez mind igaz a filmre, a musicalre, illetőleg a könyvre is. A könyv így elolvasás után nyilvánvalóan valamennyivel másabb volt, mert hát nem lehetett ezt egy-egyben musicalként adaptálni. Jelen pillanatban azt mondom, hogy a musical nekem jobban tetszik, úgy tömörebben összefoglalja a történetet, és viszonylag jól leköveti a cselekményeket, ami a könyvben történik. Kicsit másabbak a szereplők eredetiben, kicsit másabbak az események, főként arra gondolok itt, hogy más sorrendben következnek be, de például egy csomó mindent megtudtam, amit a musicalből és a filmből nem tudtam. Kezdjük azzal, hogy Christine svéd, ezt én nem tudtam, a kinézete is teljesen más a könyvben. Aztán megtudtam, hogy az Operaház Fantomjának van neve, ami eddig nem volt neki az én tudatomban. Maga a könyv egy kicsit jobban kifejti az eseményeket, ugye nem operább, nem énekelve meséli el az egészet, hanem hosszabb leíró részekben, kicsit az eseményeket nem teljesen lineárisan írja le, hanem így megyünk egy kicsit egy karakter mellett, és követjük az ő eseményeit, aztán visszaugrunk egy másik karakterre, és akkor azzal párhuzamosan. Szóval így egy-kétszer voltak ilyen visszaugrások. Ezért a könyv valamennyivel hosszabbnak érződött, mint amennyire hosszú volt, mert ugye elmentünk egy bizonyos eseményig, és akkor hirtelen visszaugrottunk, és megint eljutottunk odáig, csak más szempontból. Alapvetően nem volt egy rossz könyv, de ahogy már mondtam, a musical továbbra is favorit nálam a könyvvel szemben is, ez tényleg adott nekem egy kicsi pluszt a musical mellé. De igen, a preferenciám nem változott. Nem volt egy olyan hű, de eldobom az agyam, nagyon jó könyv, de nem is volt rossz. Voltak részek, amiken tök
könnyen és gyorsan haladtam, amikor gyorsan és könnyen lehetett vele haladni. Voltak benne unalmasabb leírások, unalmasabb részek, olyan részek, amik igazából engem annyira nem érdekeltek, de úgy el lehetett olvasni, hogy tényleg adott egy teljesebb képet az egész sztoriról. A karakterek is egy kicsit másabb személyiségeket fejtettek ki, például Christine szerintem a könyvben valamennyivel életre valóbb, mint a film vagy a musicalben, mert ott ugye, hogyha meghallja, amikor a Phantom énekel, akkor hú, extázis van és nem tud magával mit kezdeni. Itt meg azért, miután rájön, hogy a Phantom nem egy angyeli hang, amit az apja küldött neki, utána azért úgy próbál taktikázni, hogy életben maradjon, és úgy próbál. Tehát, hogy nem, nincsen olyan nagy hatással rá a Phantom a könyvben, vagy olyan hatással, mint a filmben. Volt egy csomó karakter, akik más szerepet kaptak, így az eredeti sztoriban, mint a musicalben, illetőleg kevesebb vagy több szerepet. De tényleg azt mondom, hogy így, hogy én nagyon-nagyon szeretem a musicalt, így teljesen jó volt elolvasni a könyvet, mert tényleg az, hogy kaptam hozzá egy háttérsztorit, egy kicsit több alapot, ami ugye a musicalben nincs benne, mert hogy azt úgy nem mesélik külön el. Úgyhogy ha valaki szereti az Operaház Fantomját, szerintem érdemes elolvasni ezt a könyvet, mert tényleg azért, hogy kicsit így bővíti az ismerettségeit az embernek az egész történetről. Azért örülök, hogy elolvastam, mert egyrészt francia, szóval tudtam barangolás Európában hozni, másrészt ez is ilyen mondhatni bakancslistás volt, hogyha már ennyire tényleg szeretem a musicalt, akkor meg akartam mindenképpen ismerkedni a könyvalappal. Nem tartom jobbnak a musicalnél, mert a musicalt nagyon jóra megcsinálták. Ettől függetlenül nem egy rossz könyv. Kommentben írjátok meg, hogyha ti is szeretitek az Operaház Fantomját, akármelyik verzióját, legyen az a könyv, a musical vagy a film. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!